Június 18-án, azaz ma indul a kormányhivatalok és járási hivatalok nyári diákmunkaprogramja. A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, illetve a munkajövedelemszerzés biztosítása, a fiatalkori inaktivitás megelőzése. A nyári szünetben nagy mértékben nő a diákmunkások száma, bár vannak, akik egész évben dolgoznak az iskola mellett, de a nyári hónapok a legaktívabbak a tanulók között. Azok a diákok, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, náluk a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a törvényes képviselő hozzájárulását is, különben a dokumentum érvénytelen. A diákok munkavállalásának körülményeit szintén a munkatörvénykönyve szabályozza, így a 16. életévüket betöltött tanulók foglalkoztatásánál is fontos az írásban rögzített munkaszerződés, amelynek tartalmaznia kell az alapbért, a munkakört, a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt, illetve a munkaviszony időtartalmát. A 2018-as minimálbér emelés hatására nőtt a diákok bére is, így már minimum 794 forintot kell keresniük óránként a tanulóknak. Most nyáron gyakorlatilag ugye a partnereknél is elindulnak a szabadságos időszakok, ezáltal várunk a pénztáros árufeltöltői pozíciók igénylésére. Itt emelkedni fognak biztos a létszámok, amiket rendelnek tőlünk. Bizonyos üzemekben is megemelkednek ilyenkor a megrendelt létszámok, tehát oda is lehet menni. Vannak időszakos munkáink, mint például egy hűtőház, oda is ilyenkor igényelnek diákokat, de a megszokott irodai munkákban nem várható általában emelkedés. Az iskola már ezzel a héttel véget ért, ilyenkor szokták az iskola szövetkezeteket megrohamozni, tette hozzá Könyves Viktor. Dr. Szemán Sándor Nyíregyháza címzetes főjegyzője a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Mekkora hagyománya van a nyíregyházi polgármesteri hivatalnak és az önkormányzatnak a diákmunka alkalmazására? A jogszabály 6 éve adta meg először a lehetőséget, 2013 nyarán, tehát gyakorlatilag 5 éve, de ez a 6. szezon lesz, amikortól is diákmunkások jöhetnek az önkormányzati intézményekbe is, elsősorban a polgármesteri hivatalba és abban a 6-7 intézménybe, ahol a jogszabályoknak megfelelő munkát tudunk adni a gyerekeknek. Hány diákot tudnak alkalmazni egy-egy nyáron? Van ebben változás, van-e fejlődés? Igen, van folyamatos fejlődés, hiszen egyre inkább megtanuljuk mi is azt, hogy miről is szól ez a program, hogyan tudjuk hasznos munkával ellátni a fiatalokat. Most már azt mondom, hogy ebben a foglalkoztatási ciklusban lesz olyan turnus a háromból, amikor 135 gyereket is tudunk majd fogadni. Mik azok a munkaterületek, ahol a tapasztalat szerint igazán hasznosan és jól tudják alkalmazni, foglalkoztatni ezeket a fiatalokat? Hát ha szabad, akkor először felvázolnám az önkormányzati intézményrendszerbe, hogy hogyan fogadjuk a gyerekeket. A legnagyobb felvevő piac az intézményrendszerben az óvoda rendszerünk. Ott általában óvodánként 20-25 gyereket tudunk fogadni. Az óvodánként értsük úgy, hogy a 4 nagy óvoda csoportban, tehát egy 80-100 gyereket tudunk fogadni. Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnek gyerekekkel foglalkozni, kreatívak, tudnak segíteni a délelőtti foglalkozásokban, hogy a gyerekek játszani tudjanak, eszközök készítésében segítenek nekik. És emellett még az intézményeink közül kisebb létszámban az egészségügyi alapellátásban, a könyvtárban, a művelődési központban, illetve a múzeumban is tudunk fogadni gyerekeket, általában turnusonként 4-5 főt. A polgármesteri hivatalban mind a 3 turnusban mintegy 20-25 gyereket várunk, és gyakorlatilag a 1-2 osztály kivételével a teljes spektrumot meg tudjuk nekik mutatni, és igény szerint tesszük a fiatalokat olyan munkahelyre a hivatalon belül, ami az ő előzetes érdeklődésüknek megfelel. Milyen feltételekkel tudják fogadni a fiatalokat? Hát a feltétel ugyanaz, mint mindenhol országos szinten, hogy be kell regisztrálniuk a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, be kell tölteni a 16. életévüket, 25 évnél nem lehetnek idősebbek, és a magyar oktatási rendszerben középfokon vagy pedig felsőfokon kell jogviszonnyal rendelkezniük. Ezen, ha kijelentek a feltételeknek eleget tesz, azt mindenkit várunk szeretettel. Jellemzően mennyi az az időtartam, amit vállalnak a fiatalok, vagy vállalhatnak? Hát ezt mi meghatározzuk előre, hiszen komoly változás az ettől az évtől, hogy
egy fél hónappal hosszabb lett a teljes időtartam, és ezen belül a 2,5 hónapon belül mi 3-3 hetes túrust alakítottunk ki. Ma a június 18-án van az első turnusnak a kezdő napja, már az első gyerekek vagy fiatal felnőttek elnézést meg is érkeztek hozzánk, több mint 20-an, és ők 3 hétig fognak nálunk dolgozni, tehát dátum szerint június 18-ától július 6-a péntekig, a második turnusunk az önkormányzat és intézményeiben július 9-én hétfőn indul és július 27-én pénteken zárul, míg az utolsó turnusunk egy pici csúszással indul augusztus 3-án pénteken és augusztus 24-én pénteken zárul. Valamennyi turnusunkra jellemző az, hogy 15 munkanapból állnak, ezt azért tartjuk fontosnak, hogy még véletlenül se legyen olyan gond, hogy az egyik gyerek majd a következő turnussal összehasonlítja magát, és azt mondja, hogy te többet kaptál, mint én, tehát igyekszünk azonos feltételeket biztosítani a gyerekeknek. Mennyire népszerű ez a lehetőség? A tavalyi évet tekintve és az azt megelőző éveket tekintve azt látjuk, hogy nagyon keresnek bennünket, nagyon népszerű, és minden meghirdetett hely elkel, tehát gyakorlatilag éves szinten a 3 turnusban most mi azt számolunk, hogy az első turnusban bizonyos okok miatt kevesebb gyereket tudunk fogadni, de egy bő 300 gyerek foglalkoztatásával számolunk, tehát az önkormányzat és intézményrendszereiben, tehát ugye ez a hivatalban praktikusan egy 70 gyereket jelent körülbelül. Mi a tapasztalat, mennyire tudják valóban használni ezeket a fiatalokat, ez elég csúnya szó, de hogy mennyire hasznos az a munka, amit ők végeznek, emellett mennyire ad plusz terhet az állandó munkatársaknak? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokat tanultunk mi is az elmúlt időszakban, és azt hiszem, hogy most már kollégáim is megértették, hogy nagyon fontos az, hogy azok a gyerekek, akik 3 hétig megjelennek nálunk, azt érezzék, hogy valóban fontosak, hasznos munkát végeznek, és valóban érezzék azt, hogy a munka világába egy kicsit belecsöppennek. Éppen ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy valóban a gyerekek az érdeklődésüknek megfelelő területre menjenek, illetve ott pedig valóban érdemi munkát tudjanak végezni. Tehát nyilván ők nem végezhetnek köztisztviselői munkát, hiszen a titoktartás, nem csak a képesítés, hanem a titoktartás, illetve a személyes adatvédelem gátolja ezt. Ugyanakkor nagyon sok hasznos kisegítő tevékenységet tudnak végezni. Például egy érdekes terület, például akik a rendőri honvédi munka iránt egy kicsit is érdeklőnek, olyan típusúak, ők a közterületfelügyeletnél nagyon komolyan belátást nyernek ebbe a munkába. Ez az ilyen típusú gyerekeknél nagyon népszerű szokott lenni. De nagyon sok olyan terület van, ahol tudják segíteni az érdemi ügyintézést. Például, ahol rendezvényszervezéssel foglalkozunk azon a területen, ott abban, ahol a vagyongazdálkodással, pályáztatásokkal foglalkozunk, ott is bele lehet tekinteni. Aki szociálisan érzékenyebb, beletekinthet a szociális ügyintézés világában, és amellett pedig nagyon sok adminisztratív munkában tudnak segíteni. Tehát nekünk folyamatos kihívás az elektronikus ügyintézés világában is, hogy még mindig papíralappal dolgozunk, és ugye azért postázások, borítékolások vannak, amelyek úgy első ránézésre kicsit talán ilyen tömegmunkának tűnhetnek, de a munkavilágához az is tartozik, hogy folyamatosan apró munkát is el kell tudni látni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos tapasztalatszerzés. Meg megtanulják azt a gyerekek, hogy reggel 8 órakor munkakezdésre meg kell jelenni, munkaképes állapotban, és délután 2 óráig dolgozni kell. Ezek már mind-mind olyan dolgok, amelyek biztos vagyok benne, hogy a felnőtt életükben, a valódi munkás életükben segítséget fognak majd jelenteni. Úgy emlékszem, azt mondta, 5-6 éve tart ez a program. Így van, 2013-tól. Van már olyan tapasztalat, hogy valamelyik gyerek ott kapott kedvet ahhoz a munkaterülethez, és esetleg végleg oda erre a területre keveredik, akár a közigazgatásban, akár a hozzátartozó intézményekben? Van, nyilván név nélkül mondom, van olyan, aki az igazgatási osztályon volt tavaly, ő például kifejezetten azt mondta, hogy eleve ő szeretett volna, szeretne jogi pályára kerülni, de annyira tetszik neki a hivatalnak a világa, hogy utána, hogyha jogászként végez, ő nagyon jól el tudná magát képzelni a közigazgatásban dolgozó jogászként, és ezt arra a 3 hétre alapozta, amit nálunk töltött. Ezek szerint akkor a jövőre nézve hosszú távon a diákmunkát tudják úgy kezelni, hogy ez minden oldalnak jó legyen. Segítség a szabadságolás időszakra. Pontosan így kell kezelni, mert még egyszer mondom, csak így van értelme. Az állam ezt ezért találta ki,
a jogalkotó ezért találta ki, és nekünk ezt így kell alkalmazni. Természetesen még mindig lehetnek olyanok, akik egy kicsit csalódottan távoznak, de azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy csak mi vagyunk a hibások, lehet, hogy a diák sem az érdeklődésének megfelelő helyre jött. De ez is gondolom, egy fontos tapasztalat a számára is. Ezt szeretném volna mondani, hogy a negatív tapasztalat is tapasztalat. Nekünk sokat szól, mondom, az a fontos, hogy a negatív tapasztalatokba mi ne vegyük ki a részünket. Ezt a kollégáim is átérzik, és én azt látom, hogy évről évre nagy lelkesedéssel, de egyre nagyobb felelősséggel figyelnek arra, hogy valóban jól érezzék magukat, és hasznosan dolgozzanak a nálunk lévő diákmunkások. Főjegyző úr, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget.